Benczúr Béla vagyok, a Szolnoki Hetényigazgató Kórháznak a kardiológusa. Alapvetően infarktus ellátással foglalkozom, az akut koronária szindróma, aminek egyre nagyobb a sajnos az előfordulása ennek az ellátásával, de a szélesebb körben a tevékenységemet sokkal inkább a preventív munka jellemzi, hipertonológusként, lipidológusként, illetőleg klinikai farmakológusként is igyekszem sok mindent tenni, és mindig az volt az én álláspontom, hogy sokkal jobb megelőzni az infarktust, mint aztán jól kezelni. Ugye a jó kezelésre a kardiológiai lefedettség, a katéteres centrumok, az kellő segítséget jelentenek, de ez kicsit már ilyen tűzoltó munka. Sokkal inkább a prevenció az, ami az én szemléletemet áthatja. Talán emiatt is vállaltam, illetve vagyok jelenleg a Magyar Artériás Stiffness Társaságnak az elnöke, korábban 8 évig az alapító főtitkára voltam. Maga a társaság és a preventív szemléletet, a tünetmentes nagyrizikói betegeknek a megtalálását, minél erélyesebb, koraibb kezelését tűzte az ászlajára, ha szabad ezt mondani. És itt kapcsolódik maga a pályamunka is az én hitvallásomhoz. Olyan gyógyszeres kezelésekre van szükség, amelyek egyszerűek, amelyek segítik a betegeknek a, talán még nem is érzik, hogy betegek, segítik azokat a rizikofaktorokkal rendelkező egyéneknek a minél korábbi jó irányba való rizikó csökkentését, amely egyrészt nem okoz túl nagy panaszokat, nem okoz túl nagy nehézséget a mindennapi gyakorlatban ezeknek a készítményeknek a szedése, és erre talán a jelenlegi téma az ablator gyógyszernek a kombinációs lehetősége egy nagyon kiváló lehetőséget teremt. A gyógyszerben lévő statin készítmény segíti azt a sajnálatos ténynek a javítását, hogy jelenleg nagyon alacsony a statin adherencia, és itt a pályázatnak a másik kulcsszava is megjelenik, ugyanis a betegek, még az infarktuson átesett betegek nagy része sem váltja ki már akár a második havi gyógyszert sem. Igaz, kardiológiai gyakorlatban jóval nagyobb dózisokat alkalmazunk, de lehet, hogyha egy vérnyomás csökkentővel összeházasítunk egy hatékony, bizonyított, és én állítom, hogy biztonságos statint, főleg ezekben a nem túl nagy dózisokban, akkor lehet, hogy többet érünk el, mint hogyha egy nagyobb dózisban külön akarnánk a betegeket kezelni. Ugye miatt ilyen indítatásból próbáltunk olyan betegeket összeszedni, akiknél ez a terápia vezetett a sikerre. Ami picit visszakanyarodva megint az Artériás Stiffness Társasághoz jelenti a egyediséget esetleg a pályamunkánknak, hogy olyan technikai eszközökkel voltak ezek a betegek követve, például a 24 órás vérnyomás monitorozás, centrális vérnyomásnak a 24 órás monitorozása, illetőleg annak a szimpla mérése, amely én vallom, hogy itt a közeljövőben át fogja írni azokat a guideline-okat, amelyek szerint megpróbálunk most mi kezelést kialakítani. Hiszen a centrális vérnyomás, amely a aortában uralkodik, amely a koszorerekre, a balkamra hipertrófiára, illetve az agyi keringésre, vagy a veseperfúziójára a legfőbb hatást gyakorolja, erről jelenleg valami keveset tudunk. Igaz, hogy a legutóbbi nagyon friss élmény az Európai Hipertónia Társaság kongresszusa, amely egyben a Nemzetközi Hipertónia Társaság kongresszusa is volt. Itt igazából ez volt a fő téma, a sláger téma, a vaszkuláris funkció, a centrális vérnyomás, hogyan illeszkedik ez a mindennapi gyakorlatban, hogyan lehet ezt a nagy rizikót korán és megfelelő műszerezettséggel felismerni. A compliance, illetőleg ugye most már adherenciát, perzisztenciát említünk, ez szerencsésebb kifejezés. A compliance mindig egyfajta fölérendeltséget, alárendeltségre utalt a betegek között, egyfajta parancsnak, előírásnak engedni, ugye ez a compliance, ez a tágulékonyságot, hajlékonyságot jelentette, de adherensnek lenni egy kezeléshez, és aztán ahhoz hosszú távon hűségesnek lenni, perzisztensnek, azt gondolom, hogy ez a szemléletét, maga a gyógyszerben rejlő lehetőségek nagyon szépen csatlakoznak. Beszélhetünk ugyanakkor adherenciáról az orvosok oldaláról is, mert én azt gondolom, hogy bármennyire is szeretjük, vagy nem szeretjük, hogy sűrűn jelennek meg guideline-ok. Ezek a guideline-ok egyfajta irányvonalat jelentenek, de semmiképpen nem előírásszerűek, mint a 10 parancsolat vagy a törvénykönyvek. Sokkal inkább legalábbis az európai guideline-nak a szemlélete egyfajta oktató, edukációs célt szolgál, amellett, hogy nyilván bizonyos állításokban megpróbál segíteni, hogy hova, milyen terápiához nyúljon a kezelőorvos. És azt gondolom, hogy orvosoknak a adherenciája a guideline-okhoz az sem teljesen tökéletes, tehát ebben is kell egy kis fejlődés. Ebben akár a magyar, akár az Európai Társaságon berkein belül is vita van, hogy egy 74 oldalas guideline kellően szolgálja ezt a célt, vagy esetleg egy 10-20 oldalas úgynevezett pocket guideline, amit az orvos a zsebéből előkap, és onnan megtalálja a megfelelő lépéseket. Mindenképpen azt gondolom, hogy szükség van a guideline-okra, kicsit mögé kell olvasnunk,
És nagyon érdekes volt itt a napokban az amerikai és az európai tudósok, az amerikai és az európai guideline-ok közti különbségekről egy nagyon érdekes vitát tartottak. Hát elárultam, hogy nem volt igazából konszenzus, nagyon-nagyon eltérően látjuk, vagy látják a specialisták az óceán két oldalán ezt a kérdést. Amiről még esetleg beszélhetünk, hogy a kombinált készítmények használata. Azt gondolom, hogy a kombinációk korábbt éljük, hiszen az, hogy monoterápiák egymás utánisága, és most ezt beszélhetünk akár főleg a hipertónia, de akár a diabétesz vagy a diszlipidémiák kezeléséről is, monoterápiákkal nem nagyon érhetjük el azt a sikert, azt a megfelelő mértékű célértékre való kezelést vagy rizikocsökkenést, tehát mindenképp kombinációkba kell gondolkodnunk. Más kérdés, hogy ezek a kombinációk szabad kombinációk legyenek-e. Elvileg ott az előny meg lenne, hogy szabadon tudom a dózisokat kombinálni, kellően rugalmassá, individuálissá tudom tenni a betegek kezelését, vagy egy-egy jól eltalált, esetleg több dózis tartalmazó fix kombináció még inkább eléri ezt az eredményt. Talán legalább két fő érvet fel lehet itt mellettük hozni. Valószínűleg egy tablettába való kombináció vagy házasítás az olcsóbb a beteg számára, mint hogyha két külön tablettát kéne szednie, másrészt pedig a tabletták száma is egészen biztosan javítja a betegeknek, hanem is a compliance-ét, de az adherenciáját. Tehát mindenképp azt gondolom, hogy a kombináció ki a világ. Talán nem polipillbe kell gondolkodnunk, amikor 5-6 hatóanyagot zsúfolunk egy tablettába, de a kettes, sőt talán a hármas kombináció is, amelyben vérnyomáscsökkentő és statin esetleg együtt szerepel, ez mindenképpen a jövő útja lehet. Ez biztosan segíti a kezelőorvosoknak, meg a betegeknek is a életét, munkáját és a sorsát.